Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár televízió nézőit. A fehérvári beszélgetések vendége egy tűzről pattant csomortáni székely lány lesz, aki nem más, mint Ferenczi Cecília. És megtudhatjuk azt is, hogy miként él egy kicsi lány. Itt a csomortáni patak partján beszélgetünk, ez egy ideális helyszín. Te is szereted, ugye, Cecil? Igen, szeretem a patakokat, mert néha meg tud nyugtatni. Te egy szerető családban élsz. Mesélj Igen. nekünk a családodról. Hát a családom, hát ugye úgy alapul minden család, hogy az ember megszületik. Hát én mikor megszülettem, akkor testvérem 11 éves volt, és anyu nagyon örült, és apu is, Zsolti kicsit, mert volt a egyes helyeken, hogy nem tudott eljönni, mert ugye kellett vigyázzon rám, és ennek nem örül, de szeret engem. Mi mindent csinál egy kislány a hétköznapokon, itt Csomortánban? Én azt szoktam csinálni, hogy a hétköznapokban, hogy segítek édesanyámnak a házi munkába, segítek édesapámnak is néha, és Zsoltinak is. Azt mesélte édesanyád, hogy a házi munkában különösen ügyes vagy. Mi a jó abban? Hát az a jó abban, hogy tudsz segíteni az embernek, hogy lelkileg jó, úgy érzed, hogy jót teszel, és hogy ezzel több barátaid is lehetnek. Ó, ez nagyon szép, hogy ahogy mondtad. Azt hallottam, hogy nagyon jó tanuló vagy. Igen. Mesélj az iskoláról. Hát az iskolában elég jó vagyok. Minden évben eddig második tanuló vagyok, de lehet, hogy az idén első leszek, nem biztos. De megpróbálom kihozni. Hát az osztálytársaimmal is jóban vagyunk. Jókat játszunk, a fiúkkal néha kergizünk, és játszunk persze. És a tanárok is nagyon jók. És nagyon szeretem az iskolába. Ugye azt mondtad nekem itt a beszélgetésünk elején, hogy nincs kedvenc tantárgyad, hanem mindet szereted. Hát igen, mindent szeretem, mert szeretem, hogyha az ember sok oldalú, és úgy érzem, hogyha minél többet tud az ember, és minél többet szeret, annyi ember. Milyenek az ünnepeitek? Hiszen itt Székelyföldön az ünnepek is különlegesen szépek. Igen, hát mi, mikor ilyen nagyon szép ünnepek vannak, Csíkszentgyörgyön is, a nagymamámnál, akkor mindig oda elmegyünk, és hogyha Csomortánban van, akkor elhozzuk nagymamát az ünnepre. Ugye azt látjuk itt a verstáborban, hogy gyorsan szerzel barátokat, kicsiket, nagyokat egyaránt. Hát igen, mert én ilyen nagyon hamar barátkozom, és mindenki szeret, és mindenki kedves hozzám, és én is kedves vagyok hozzájuk. Azt látjuk természetesen. Mi mindent tanulsz a nagyoktól? Hát a nagyoktól példát veszek, hogy legyek jó, ügyes, ne tegyek kárt semmibe, és hogy segítsek másoknak. Ugye jártok templomba. Mit jelent számodra a hit, hiszen most is jársz egy vallási táborban? De először beszéljünk arról, hogy a hétköznapokon hogy vannak ezek a vallási gyakorlatok? Hát a hétköznapokon a vallási gyakorlatok, hát ugye a templomhoz van Csomortánban, és én nagyon szeretek oda járni, és a papunk is nagyon kedves. Bár a régebb is az volt. És nagyon szeretek a misére járni, mert én úgy érzem, hogyha az ember misére jár, akkor szereti az Istent. Most pedig egy vallási táborban vagy a hétköznapokon. Mit csináltok egy vallási táborban? Hogy épül ez fel? Hát igazából nem alapult volna meg már egy néni tartsa, nem vannak azok a rossz fajta gyerekek is. És nagyon nem szeret, most
nagyon nehéz neki, és még van egy bácsi, Gergely Lajos, aki segített, hogy a nehezebb munkákat ő előveszi, és így alapult meg a tábor. És a táborba szoktunk gyakorolni a lelkről, a növényekről, az idén a gombákról volt szó, és volt egy részlet, amit nagyon jól megtanultam, hogy ha rossz gomba is az embernek rossz gomba, akkor is még hagyjuk meg, mert az élőlényeknek a tápláléka, például mint a bogaraknak. Tehát ez egy nagyon fontos tanulnivaló, nyilvánvaló. Ide jársz a verstáborba. Én azt vettem észre, hogy itt is barátkozol, és nagyon szeretnek téged. Itt mit lehet megtanulni az idősebbektől, a gyerekektől? Hát a gyerekektől azt lehet megtanulni, hogy milyen barátok, és hogy milyenek legyünk, és hogy kedvesek is legyünk. A nagyoktól pedig azt, hogy hogyan... Vegyük példába azt, hogy nem megütünk egy embert, hanem valamit így elmondunk, hogy azt a mindenit, hogy nem megüssük, hanem valamit egyebet mondunk, hogy a mérgünket kivigyük. Tehát fő az őszintesség? Én ugye jól barátkozom, és nagyon sokan szeretnek, és én is szeretem őket, és ez ebből kifolyólag az, hogy... kedvesek legyünk egymás emberrel, és ne üssük meg a barátainkat, és semmelyik embert sem, mert az neki árt. Úgy beszélsz, mint egy példakép, miképpen az is vagy. Tudjuk ezt jól. Mi a, amit szerinted szeretnek benned? Hiszen amerre jársz, mindenhol mosolygós ember vesz körül téged. Hát igen, mert azért vesznek, mert én is mosolygok rájuk, és a szeretetemet vonzom nekik, és ők is ugyanúgy viszonozzák. Milyen terveid vannak, Cecil? Hiszen azért kicsi lány létedre már nagyon bölcsen ismered az élet dolgait, és akkor nyilván már gondolkodtál azon, hogy mi történik akkor, ha majd megnősz. Hát... ez egy elég jó kérdés, mert hát ezen még nem gondolkoztam, mert az ember úgy van, hogy egyik időben es, másikban az. De hát lehet, hogy én hát nem tudom, hogy mi legyek, mert ahogy az Isten akarja, én úgy akarom, hogy ahogy ő akarja, úgy legyen. Egy jó tanuló, bizonyosan sokat olvas, te is? Hát igen, sokat olvasok, már egy könyvet ki is olvastam. És nagyon szeretek olvasni, mert az segíti az ember tanulását is, mert van benne tanulság, és ezek. Egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, a hajadról. Ennek egy egészen különleges története van. Időközben, amíg én beszélek, vedd elő, hogy a nézők is lássák, hogy milyen csodálatos hajad van. Hát majdnem térdig ér, pár cent és addig nő. Hát édesanyám csak úgy engedte meg, hogyha minden héten engedem, hogy fésüljük, neveljük, és én is majd megtanulom nevelni, de fésülni és mosni. Hát lehet, hogy most egy kicsit ki fogunk vágni, hogy jobban nőjen, és lehet, hogy egy ilyen vállig levágjuk, hogy dusodjon, és ezek. De mindig is hosszú hajat szerettél volna? Honnét jött a gondolat? Hát onnét jött, hogy én, mikor mentünk édesanyámmal az óviba, 3 éves voltam akkor még, és megláttam, hogy mindenkinek szép hosszú haja van. És mikor jöttünk hazafelé, édesanyámnak mondtam, hogy anyuci, én is ilyen hosszú hajat szeretnék, és akkor így megterveztük, hogyha minden héten egyszer legalább, most minden nap, és... fésüljük, és minden héten egyszer mosuk, akkor ő is segít ebben. No, te egy nagyon aranyos kislány vagy, egy igazi tűzről pattant gyönyörűség. Üzenj valamit a hasonlókorú társaidnak Magyarországra. Mi mindent kell tenniük szerinted azért, hogy ugyanolyan boldogok, mosolygósak legyenek, mint te? Hát az egyik az öröm, mert rég találkoztunk itt a várstáboriakkal,
És akik itt vannak és ide jönnek a táborba, azért is mosolygósak, mert szeretik az embereket, és szerintem a fehérváriak is ugyanígy. Tehát a titok nyitja, hogy szeressük egymást. Igen. Az imént egy tűzről pattant székely kislánytól megtudhattuk, hogy miként élnek ők. Na most egy ugyanilyen korú kisfiú, kisrác a vendégünk, aki nem különben fontos számunkra, fontos mindannyiunknak, hiszen ők jelentik a jövőt. Gál Ede, aki szintén a verstábor vendége, esztendőről esztendőre, akiről nagyon-nagyon sok mindent fogunk megtudni, mégpedig azért, mert hogy ilyen értelemben, ahogy az imént Cecília, szintén egy példakép vagy. Aki verset mond, mesét olvas, jó tanul, viszont mi mindent kell tenni a hétköznapokon neked azért, hogy tényleg maradhass gyermek, ugyanakkor egy kicsivel többet is tegyél a napokon, mint a társaid. Mesélj egy hétköznapodról nekünk. Hát egy iskolás hétköznapom, az már reggel 6:30 kezdődik, és este 9:00 fejeződik be. Milyen tanuló vagy? Hát elég jó tanuló vagyok, 3. Második tanuló lettem, most 4. 3. Melyek a kedvenc tantárgyaid? Nekem a kedvenc tantárgyam az anyanyelv. A mateket is szeretem. Az ugye tudjuk, hogy meséket olvasol és mondasz, tanulsz méghozzá nagyszerűen. Mi a szép a anyanyelvben számodra? Az, hogy nekem azt tetszik, hogy a saját anyanyelvem én beszélhetek. Essék szó a családodról, hiszen a család nagyon fontos, Székelyföldön különösen. Nekem 4 tagú családom van, az öcsém 6 éves, és édesapám 40, és édesanyám 39. Mennyit kell otthon segítened, hiszen azért azt megszokhattuk, hogy a fiúgyermekek dolga ilyenkor sok. Igen. Mikor takarni megyünk, én is szoktam menni, és segítek gerebjélni, de amúgy szombaton a benti munkába is mindig segítek. Ez nagyon-nagyon fontos. Az iskoláról beszéljünk, hiszen nyilván a társaid ugyanolyan cipőben járnak, tehát nekik is sokat kell segíteni. Mikor tudtok játszani például? Vannak 10 perces szünetek minden óra után, 11 után meg egy 20 perces szünetet kapunk, azt nagy szünetnek szoktuk hívni. Abban az időben tudunk a legtöbbet focizni az udvaron. Szeretsz-e hát focizni? Nagyon szeretek focizni. Van kedvenc csapatod? Van. Én FC Barcelona rajongó vagyok, és Messi rajongó. No, tehát akkor egy Messi... 500 focistát ismerek. Nagyon jó. Gondolkodtál-e már a jövődről? Igen. Én sportkommentátort szeretnék lenni, mikor felnőtt. Tehát a labdarúgást szereted, és a többi sport, hiszen azt tudjuk, hogy például... A vízilabdát is, és a kézilabdát is szeretem. A kosárt kevésbé, csak így játszani. A teniszt az, nem? Beszéljünk egy kicsit az olvasásról, hiszen amikor az előbb láttunk, akkor pont egy mesét tanultál. Miért fontosak számodra a mesék? Azért, mert amelyik együttesben benne vagyok nyáron, most én fogom mondani a mesét, és szeretném alaposan megtanulni. Vannak kedvenc meséid? Vannak, könyvíróim is magyarok. Beszélj róluk! Én Benedek Eleket szeretem nagyon, ahogy összegyűjtötte a népmeséket is. Tőle szoktam mesét olvasni. Nagyon sok magyar népmesét szoktam sokat olvasni. Inkább így külön meseíróim nincsenek. Könyvekből Lázár Ervin könyveit is nagyon szeretem. Mi mindent csináltok a szabadidődben, nem az iskolában, a barátaiddal? Én nagyon sokat focizok. Ritkán biciklizünk egyet itt a falukhoz. Csak mivel én falun lakok és városba járok iskolába, ezért... És mamám városba lakik, ezért sokszor egy 4-5-6-kor érek haza, mert mamához megyek az iskola után. Milyen az élet Csíkszeredán? Te hogy látod? Csíkszeredában?
Hát az ottani gyerekeknek nagyon soknak nincsen házuk. Nekünk udvarunk van, vagyis én nem tudom azt, hogy milyen, hogy te csak úgy tudsz játszani, aki mész a városba, a parkba. Tehát azért jobb itt Csomortánban? Én jobban szeretem, és felnőtt koromban is itt szeretnék lakni. Milyen a természet itt? Hiszen mi, akik ritkán vagyunk itt, alig-alig látjuk. Persze, hogy látjuk a legszebb dolgokat. Medvés. Melyik a legszebb évszak? A legszebb évszak nekem mindegyik tetszik. Mikor télen lehavazik, az is gyönyörű. Az őszi levelek is szépek, főleg mikor összegerebjéljük. És a tavaszt is nagyon szeretem, meg kiújulás is. Ki kell minden, akkor van a szülinapom is, és a nyár meg a vakáció. A nyár a vakáció és a verstábor. Szeretsz itt lenni? Nagyon. Mesélj előre a verstáborról, hiszen mi felnőttek nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy mit gondol egy gyermek erről. Én például, mert nálam sokkal nagyobbak vannak, én össze tudtam velük barátkozni, főleg a táborcsinálókkal. Ez nagyon-nagyon jó. Milyen terveid vannak itt a verstáborban? Hiszen most egy mesét tanultál, nyilván én fellépsz. Én Döncivel meg szeretném tanulni a mesét, alaposan, szépen és jól. Alaposan, szépen és jól, ezt is nagyon szépen mondtad. Üzenj valamit azoknak a fehérvári kisrácoknak, akik ugyanúgy, mint a szeredai barátaid a lakótelepekben élnek. Hát én annyit tudok nekik üzenni, hogy ne szomorkodjanak. Hisz nagyon sok gyereknek nem adatik meg az, hogy udvarra legyen. De ki kell élvezni, mert nekem vannak nagyon-nagyon boldog osztálytársaim, akik ott laknak városba. Hát ők sokat vannak a parkban, és nekik úgy számít, mint az udvar lenne az. Most én azt kívánom, hogy ezt fogadják meg a fehérvári gyerekek. Neked meg azt, hogy nőj meg, maradj ilyen. Legyél olyan fiatal, mint a mi verstáboros barátaink, akik itt vannak, és azt hiszem, hogy megéri tanulni, ebben egyetértünk. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, két fiatal csíkcsomortánival beszélgethettünk, Ferenci Cecília és Gál Ede. Azt hiszem, amit elmondtak, megtanulhattuk mi is abból, hogy Csíkcsomortánban itt a Székelyföldön élni gyönyörűség.